lassabban haladnak, az esős idő miatt egy hetes csúszásban van a 471-es főút felújítása. Megdöbbentő szám, mintegy 22 ezer tüdőrákos él Magyarországon. Egyedülálló játszótér, fogyatékkal élő és egészséges gyerekek közös játszóterét építik Nyíregyházán, augusztus végére készülhet el a beruházás. Egy hetes csúszásban van a 471-es főút felújítása, az esős idő miatt halad lassabban a munka. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyírbagáton egy, Nyírbátorban két körforgalmat építenek, a két település között pedig felújítják az utat. Simon Miklós, a térség kormánypárti képviselője azt mondta, a csúszás nem veszélyezteti a beruházást, a 2 milliárdos korszerűsítés a terveknek megfelelően november közepére készül el. Április végén így nézett ki a nagyforgalmú kereszteződés Nyírbagáton. Már kitáblázták az építési területet és felvonultak a munkagépek. Először a közművek kiváltásához kezdtek neki. Most így néz ki a csomópont, már látszik a körforgalom, de még mindig építési terület a kereszteződés, ezért nagyon nehéz itt közlekedni, és az eső is lassítja a kivitelezést. Elég nagy a káosz. Egymással szemben indult el a kamion és a piros személyautó. Majd az erőviszonyoknak megfelelően a kocsi tulatva hagyta el a helyszínt. A felfordulást az okozza, hogy először az egyik, majd a másik ágát készítik a körforgalomnak. Nyírbogáton szeptemberre készül el a felújítás, a körforgalom mellett korszerűsítik a burkolatot és a patkát is. Sőt, egészen Nyírbátorig megcsinálják az utat, a két település között is felmarták már a régi aszfaltot. Ez már a nyírbátori főtér, itt is új burkolatot kap az út és a patkát is korszerűsítik. A nyírbagáti körforgalomtól eddig tartó szakasz csaknem 1,4 milliárd forintba kerül. Ezzel párhuzamosan két újabb körforgalmat építenek a városban. A terelőbójákkal telerakott terület az Édesanyák útja. Itt lesz az egyik körforgalom. A közművek kiváltását már megcsinálták, hamarosan kezdődik az építkezés. Simon Miklós, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, az eső miatt kis csúszásban van a kivitelezés. Reményeink szerint tudják tartani a kivitelezők a határidőt, mert hogy az időjárás miatt szerintem 1-2 hét csúszásban vannak. Tehát ez az első szakasza a felújításnak, ez hamarabb kész lesz reményeink szerint augusztusban, míg a második szakasza, a második körforgalom, az szerintem novemberre várható. A második szakasz egy újabb körforgalom lesz néhány száz méterrel arrébb. Térképen mutatjuk a teljes beruházást. A megyehatártól Nyírmihályig tart az első ütem, Nyírbogáttól Nyírbátorig a második, míg Nyírbátorban a harmadik. A teljes 13 kilométeres felújítás november 22-éig készül el. Mintegy 22 ezer tüdőrákos él Magyarországon. A legveszélyeztetettebbek a dohányzó 50 év fölötti férfiak, tájékoztatta televíziónkat Szabó Péter pulmonológus főorvos. A szakember kiemelte, évente körülbelül 4 ezer új beteget diagnosztizálnak hazánkban. Ezen a felvételen egy tüdőrákos elváltozást mutat dr. Szabó Péter, pulmonológiai osztályvezető főorvos. Az összes beteg mindössze 40%-ánál jelentkeznek a tüdőrák hagyományos jelei, a légúti panaszok, véres köpetés, köhögés. Magyarország az egyik negatív példa a tüdőrák gyakoriságát illetően. A nemzetközi adatokhoz viszonyítva a legrosszabb adataink vannak Magyarországon, viszont abszolút számot tekintve nyilván a tüdőrák az nem a leggyakoribb megbetegedés. Tehát az összes megbetegedés száma, tehát az összes betegeknek az összes száma egy évben jelenleg 22 ezer, ez a prevalenciája a tüdőráknak. Az új betegeknek a száma évente most körülbelül 4-5 ezer körül van. Ennyi új beteget fedeznek fel. Nyilván egy keringési, szívkeringési vagy neurovaszkuláris megbetegedés sokkal gyakrabban fordul elő ehhez képest, viszont a tüdőrák sokkal rosszabb prognózisú megbetegedés. A tüdőrák tüneteit és jeleit nem mindig lehet felismerni, sokszor panaszmentes a betegség és csak véletlenül kerül felfedezésre. Az is jellemző, hogy más tünettel keresik fel az orvost a betegek, ez gyakran mozgásszervi, ízületi probléma vagy idegrendszeri megbetegedés. Az esetek nagy részében így derül ki a tüdőbetegség.
Hazánkban még mindig a sebészeti beavatkozás a leggyakoribb, de a betegek egyre tovább élhetnek a betegség diagnosztizálása után. Az érintettek választhatnak többek között sugárterápiát vagy gyógyszeres kezelést is. Egy gyógyszer árát tekintve, amikor 1,5-2 millió forint egy havi kezelési költség, akkor az érthető is, hogy aki finanszírozza ezt a kezelést, azért igyekszik megnézni, hogy hatékony lesz az illető betegnél vagy nem. Tehát már bizonyos esetekben ezt is meg tudjuk mondani, hogy nagy százalékban hatékony lesz az alkalmazott gyógyszer vagy nem, és ez is egy szűrési módszer, hogy mindig ahhoz jusson el a gyógyszer, akinél a leginkább hatékony. A legveszélyeztetettebbek a dohányzó 50 év feletti férfiak. Szabó Péter azt is hozzátette, az elkésett reagálásnak köszönhető, hogy Magyarországon csúcsfázisa van jelenleg a tüdőrákos megbetegedések számának, mivel hazánkban a többi országhoz képest későn hívták fel a figyelmet a dohányzás káros hatásaira. Nem csak Magyarországon, egész Európában fontos megakadályozni a bevándorlást, mivel a beérkező migránsok 1%-a hordozza magában a terrorveszélyt, hangsúlyozta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár nyíregyházi tájékoztatóján. Tuzson Bence kiemelte, az elmúlt időszakban több olyan törvényt is elfogadtak a parlamentben, amely terrorvészhelyzet esetén lép életbe. Ilyen például, hogy különleges esetekben bevethető a Magyar Honvédség, valamint létrehoztak egy új központot, a Terror Elhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot. Ennek a lényege pont az, hogy összegyűjtsük az információkat, elemezzük, és az elemzésből le lehessen vonni a megfelelő következtetéseket, hogy ne fordulhasson elő olyan, ami egyébként más európai országokban előfordult, hogy az információk rendelkezésre álltak, de a rendelkezésre álló információkból már a következtetéseket nem tudták levonni. Magyarországon először Nyíregyházán épül sérült és egészséges gyermekeknek közös játszótér. A nyíregyházi Rotary Klub több mint 10 millió forintos beruházása speciális játszótéri eszközöket tartalmaz, ezeket a fogyatékkal élő gyermekek is biztonságosan használhatják majd. A park fenntartását és üzemeltetését a nyíregyházi önkormányzat vállalta. Most még üres a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ melletti terület, de hamarosan játszótér épül itt a Szabadság téren. A játszópark különlegessége az lesz, hogy sérült és egészséges gyermekek egyaránt használhatják majd. Ehhez hasonló még nincs Magyarországon, hangzott el az alapkőletételen. A több mint 10 millió forint összköltségű beruházás megálmodója és építetője a nyíregyházi Rotary Klub. Lényegesen magasabbak az árak, hiszen ezek nem elterjedt, nem sorozatban gyártott játszótéri eszközök, bár európai minősítéssel rendelkeznek és európai gyártású termékek. A teljes játszótéri eszköz garnitúrából csak két olyan játszótéri eszközt tudtunk vásárolni, ami magyar termék, és ez is magyar szülők szabadalma, akiknek ugyancsak fogyatékkal élő gyermekeik vannak. Tehát így a valós játszótéri árakhoz viszonyítva legalább a duplájába kerül. A nyíregyházi Rotary Klub körülbelül 10-12 millió forintnyi összeggel támogatta a játszótéri eszközök beszerzését. A játszótér ötlete még tavaly februárban merült fel. A Rotary Klub végül jótékonysági programokkal, adományok segítségével vásárolta meg a park kialakításához szükséges eszközöket. A beruházásban a nyíregyházi önkormányzat is komoly szerepet vállal, többek között a területet is a városvezetés biztosította. Azt mondhatom, hogy úgy körülbelül a költségek felét kell, hogy vállaljuk, de vállaljuk, mert nagyon jó a cél, nemes cél, fogyatékos gyerekeknek úgy játszóteret építeni, hogy egészséges gyerekekkel együtt tudjanak játszani, és ezért vállalta a város a fenntartást is, ami természetesen egy újabb feladatvállalás, azért, hogy itt a belvárosban, Magyarországon először egy ilyen játszótér létrejöhessen, és utána pedig működjön is. A játszótér helyszínén időkapszulát helyezett el a Rotary Klubok világelnöke, a Rotary Magyarország kormányzója, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseletében Sesták Oszkár, valamint a nyíregyházi polgármester és a helyi Rotary Klub elnöke. A játszópark a tervek szerint a Vidor Fesztivál nyitónapjára készül el, azaz augusztus végére. Aknába esett egy ló, nyíregyházi tűzoltók mentették ki. A kikötött haszonállat elszakította kötelét, majd a mögötte lévő akna tetejére lépett, 6 mázsás súly alatt azonban az akna tetején lévő pala beszakadt. A tűzoltók az akna nyílását kiszélesítették, majd heveder és daru segítségével mentették ki a lovat.
Hármas karambol történt hétfő délután a 41-es főútvonalon, Levelek külterületén. Egy haszonjármű egy személygépkocsi hátuljának ütközött. A meglökött autó egy másik gépjárműnek és neki ment, négyen sérültek meg. Ibrány belterületén is teherautó okozott balesetet. Kora reggel a gépjármű balra akadt kanyarodni az útról, azonban nem vette észre, hogy őt már előzte egy személygépkocsi. Így történt a baleset. A vétlen autó irányíthatatlanná vált, így az ütközés után egy betonfalnak is neki csapódott. Az anyagi kár jelentős. Keresik Magyarország legvirágosabb településeit, a részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Megdobta az Európa-bajnoki szintet Szikszai Róbert, a nyíregyházi diszkoszvető a veszprémi Balaton-bajnokságon 63 méter 14 cm-es eredménnyel szerezte meg a győzelmet, így készülhet a július 6-án kezdődő amszterdami kontinens viadalra. Nyolcadikként zárta a szezont a megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A Siska Attila által irányított együttes 12 győzelemmel, 4 döntetlennel és 12 vereséggel fejezte be a bajnokságot. Keresik Magyarország legvirágosabb településeit. A Virágos Magyarországért mozgalom versenyére közel 300 település nevezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből idén 7 település jelentkezett a felhívásra, melynek célja a hazai kertkultúra bemutatása, a gondozott települések kialakítása. Piros, fehér, zöld virágok Nyírbogdány ipari parkja mellett. Többek között így készül a település az idei megmérettetésre, amelyen az ország legvirágosabb településeivel mérik össze magukat idén 12. alkalommal. A község már több elismerést is kapott a versenyen, tavaly 500 darab cserjével, egy évvel korábban pedig egy motoros fűkaszával díjazták a rendezett közterületeket és a virágos portákat. 2004 óta folyamatosan indulunk a Virágos Magyarország mozgalomba, illetve a Virágos Nyírbogdányért is minden évben meghirdetjük a településen az udvarokat, közintézményeket, és ezeket, akik benevezzenek, ezeket díjazzuk, ezeknek jutalmakat adunk minden évben a falunapunkon. A települések zsűrizése a nyári hónapokban zajlik. Augusztus közepéig szakértői csapatok járják végig a pályázó településeket, majd az esélyesnek vélt városokat és községeket a főzsűri is meglátogatja. Ezt követően szeptember elején megszületik egy belső döntés, és október magasságában egy komoly díjkiosztó gála keretében adjuk át a nyereményeket a kategóriánként első helyezetteknek is, illetőleg azoknak a városoknak is, akik valamilyen külön díjat, vagy valamelyik minisztérium különleges díját kapják. Az idei versenyben is 5 kategóriában díjazzák az induló településeket, a győztes város és falu pedig hazánkat képviselheti majd a jövő évi európai virágosítási versenyben. Megdobta az Európa-bajnoki szintet Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a veszprémi Balaton-bajnokságon 63 méter 14 cm-es eredménnyel szerezte meg a győzelmet, így készülhet a július 6-án kezdődő amszterdami kontinens viadalra. Az elmúlt hétvégén közel 500-an álltak rajthoz Veszprémben az 58. Nemzetközi Balatonbajnokságon. A mezőnyben ott volt Szikszai Róbert is, aki az utóbbi versenyein biztató formában dobott, de rendre elmaradt az amszterdami Európa-bajnokság 63 méteres kvalifikációs szintjétől. Ezúttal viszont az utolsó sorozatban 63 méter 14 cm-re repült a diszkosz Kerekes László tanítványának kezéből, aki ezzel a dobással meg is nyerte a versenyt, közel 1 métert verve a második Huszák Jánosra, és közel 2-t a harmadik Kővágó Zoltánra. A junior Európa-bajnok a győzelem mellett így annak is örülhetett, hogy a zürichi kontinens viadal után júliusban ismét ott lesz majd a földrész legjobbjait felvonultató mezőnyben. Esti verseny volt, fél 8-kor kezdtünk. Hát az ellenfelek szinte az egész magyar mezőny ott volt, egy ember hiányzott csak. Az olimpiai ezüstöm és Kővágó Zoli is dobott. Jó verseny volt, így meg, hogy sikerült nyerni, így mindenféleképpen egy jó versenynek. Azzal, hogy Szikszai megdobta az EB-szintet, Kerekes László edző átalakította az atléta felkészülését. A fő verseny egyelőre az amszterdami kontinens viadal, de most már célkeresztbe került a 65 méteres olimpiai szint is. Ez volt az elsőleges cél, hogy egyik szintet teljesítsük. Most lesz még egy 4 hét az Európa-bajnokságig, 2 hétig még egy kemény munkát fogunk végezni, és utána pedig finomítunk a mozgáson. Közben persze versenyzünk, mert ugye be voltak tervezve a versenyek, azokat még most azokon még részt veszünk, és próbálunk esetleg még egy nagyobbat dobni.
Erre az Európa-bajnokságig lesz még lehetősége Szikszai Róbertnek a hétvégi Budapest-bajnokságon, egy szentesi versenyen és az U23-as országos bajnokságon is. 8-én zárta a szezont a megyei első osztályban a Máté-Szalkai futballcsapat. A Siska Attila által irányított együttes 50%-os mérleggel, 12 győzelemmel, 4 döntetlennel és 12 vereséggel fejezte be a bajnokságot. Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Máté-Szalkai futballcsapat, mégpedig úgy, hogy a jó magyar kupa szereplés miatt kevés nyári pihenő jutott a játékosoknak. Ez meg is látszott az első fordulók teljesítményén, ugyanis 4 vereséggel kezdett az MMTK. Az 5. fordulóban Bákonyi György helyett már az U17-es csapattól érkező Siska Attila ült a kispadon, és a Baktól-Orántháza elleni 3-1-es sikerrel megtört a jég. A téli szünetet 19 ponttal a 10. helyen töltötték a szalkaiak, akik tavasszal újabb 21 pontot gyűjtöttek. A 12 győzelem, 4 döntetlen és 12 vereség, a 49 szerzett, illetve 49 kapott gól a 8. helyhez volt elegendő a 2015-2016-os szezonban a Máté-Szalka számára. A kezdés után kiegyenesedtünk, elég szépen följöttünk az ősz végére, majd a tavaszunk már egy kicsit hektikusabbra sikeredett. Végül a 8. helyen zártunk, ami újoncként nem rossz eredmény, de így utólag a tavaszi szezon látva kihozhatunk volna többet is ebből. A Máté-Szalkai MTK vezetősége a szezon előtt a 2.-6. hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a csapat elé. Bár az együttes elmaradt a várakozástól, a klub elnöke látott előrelépést az elmúlt hónapokban. A csapat az új vezetőedző segítségével ugye csapategységet mutatott, a fiatalok beépítése az folyamatosan sikerült ebbe a csapatba is beépíteni őket, illetve az utánpótlás csapataink szerepeltetése, ami ugye 14 csapatról van szó, az jelentős ebben a szezonban is. Ezen kívül női szakosztályunk ugye a elmúlt években alakult, és most már azért előkelő 4. helyen végzett a megye első osztályi bajnokságban. Örömteli tény, hogy a gólkirály is a csapatunkból került ki, és utánpótlás csapataink közül pedig az U19-től az U16-ig MB2-es bajnokságokba szerepeltetjük a csapatainkat. A Máté-Szalkai csapat július 5-én kezdi el a felkészülést, várhatóan 4-5 új játékossal a keretben. A megyei első osztályban augusztus 2. hétvégén rajtol majd a bajnokság. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket néhány mondatban. Egy hetes csúszásban van a 471-es főút felújítása. Az esős idő miatt halad lassabban a munka. Nyírbagáton 1, Nyírbátorban 2 körforgalmat építenek, a két település között pedig felújítják az utat. A 2 milliárdos korszerűsítés várhatóan november közepére készül el. Mintegy 22 000 tüdőrákos él Magyarországon. A legveszélyeztetettebbek a dohányzó 50 év fölötti férfiak, tájékoztat a televíziónkat Szabó Péter pulmonológus főorvos. A szakember kiemelte, évente körülbelül 4 000 új beteget diagnosztizálnak hazánkban. Magyarországon először Nyíregyházán épül sérült és egészséges gyermekeknek közös játszótér. A több mint 10 millió forintos beruházás speciális játszótéri eszközöket tartalmaz, ezeket a fogyatékkal élő gyerekek is biztonságosan használhatják majd. A park fenntartását, üzemeltetését a nyíregyházi önkormányzat vállalta. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 14-én kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészszék weboldalunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk, gyenge hidegfront érinti a Kárpát-medencét, emiatt ismét többfelé várható majd zápor, zivatar. Este csökken a felhőzet és éjszaka átmenetileg gyengén felhős, illetve derült lesz az ég, csapadék nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben erőteljes gomoly felhőképződés várható, sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap gyenge hidegfronti hatás várható. Csütörtökön és pénteken többnyire napos, száraz, de szeles időre van kilátás. Átmenetileg jelentősen emelkedik a nappali felmelegedés mértéke, 30 fok fölött alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton és vasárnap már több lesz felettünk, a felhő és elszórtan hűsítő záporok, zivatarok is lehetnek.